Következzen a nap témája, a nap vendége ma Molnári Tóth György, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ vezetője. Aktuális kérdésekről beszélget vele stúdiónkban Kovács Szilvia. Kedves nézőink, egy éve vannak a Klik fenntartásában az iskolák, éppen ezért az elmúlt egy év gazdasági változásairól, a szakmai kérdésekről és a pedagógus életpálya modellről beszélgetünk Molnári Tóth Györgyivel, a Klik Szentesi Tankerületének igazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődő televízió nézőt, és köszönöm a szíves meghívást! Valóban eltelt egy év, talán átláthatóbb és hatékonyabb lett a rendszer, mit lehet mondani? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hiszen én úgy gondolom, hogy az a szándék és az az ígéret, ami, és az a várakozás, ami megelőzte a Klik létrehozását, az egy év során teljesült. Természetesen nyilván egy év távlatában, amikor mérleget vonunk, látnunk kell a pozitívumokat, és nyilván nyitott füllel kell lennünk arra, hogy mi az, ami még esetleg finom hangolást igényel, hol kell még esetleg beavatkozni, úgyhogy még jobb tudjon lenni. Hiszen én úgy gondolom, hogy nagyon túlzás lenne azt állítani az embernek, nem csak e vonatkozásban, hanem más, hogy elégedettek lehetünk. Nyilván akkor tudunk elégedettek lenni, hogyha látjuk azt, ami eddig történt, levonjuk a konzekvenciákat, azon az úton nyilván tovább haladunk, amely a pozitívumokat jelenti, és hát nyilván igyekszünk a finom hangolásra, illetve némi újításra, ahol erre szükség van. Tulajdonképpen a fenntartói jognak az átvétele az zavartalanul megtörtént. Mi pedagógusok nem igazán vettünk ebből észre semmit. Gondolok itt arra, hogy jelentős változás nem történt az iskolákban. Így van. Tehát a fenntartói és a működtetési jogkör, illetve a feladatok átvétele nyilvánvalóan azért történt, mint ahogy azt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a gyermekek oktatása, nevelésének színvonala egyformán és egyenlő eséllyel valósuljon meg, és állami kézben volt erre egyébként a legjobb esély, ugyanis tudva levő, hogy a különféle önkormányzatok még a legnagyobb jó szándék mellett sem tudtak mindig azonos feltételeket biztosítani az ország különböző részén a gyermekek számára. Nyilvánvaló, hogy szükség volt egy olyan egységes rendszerre, amely mind gazdasági szempontból, mind tanügyigazgatási szempontból, és számtalan olyan a gyermekek érdekét szolgáló kérdéskört tekintve tud olyan jellegű szolgálatot és közszolgálatot végezni, amely ezt a célt, ezt az elsődleges célt elő tudja segíteni. Ugye mondhatjuk ezt, hogy zavartalan volt az átvétel. Nagyon figyeltek arra, hogy például a béreket meghatározott időben megkapják a pedagógusok, és nem pazarló a rendszer, azt mondják. Most ez valóban így van? A következő, tehát itt ugye említette szerkesztő azt, hogy a gazdaságot, illetve a gazdálkodás kérdéskörét. Most nyilvánvaló, hogy a gazdálkodást alapvetően ugye a gazdasági tényezők határozzák meg. Amikor egy szervezetnek, nevezetesen most a Klik gazdálkodásáról beszélünk, akkor nyilván ezt nem vonatkoztathatjuk el a gazdasági tényezőktől, de menjünk vissza egy kicsit az imént a szándékot, az ígéretet említettem. Ugye volt egy ilyen szándék, egy állami kormányzati szándék, hogy a pedagógusok mind anyagi, mind erkölcsi megbecsülése hosszú évek óta megvalósuljék. Én úgy gondolom, hogy ez a szándék, illetve ez az ígéret jelen pillanatban bármely pedagógust meg lehet egyébként kérdezni, megvalósult. De ez nyilvánvaló, hogy ahhoz egy olyan gazdaságra és gazdálkodásra volt szükség, hogy ez kivitelezhető legyen. Itt most nem szeretnék gazdasági tényezőkbe és mutatókba belemenni, hiszen beszélhetnénk itt GDP, államadósság, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg tehát, hogy egy olyan béremelést tudtunk megvalósítani, tudtunk kigazdálkodni, amely körülbelül 34%-os béremelést, átlagosan 34%-os béremelést jelent a pedagógus szférában. Ha ezt forintosítva emelgetjük, akkor akár 48 ezer forintos emelkedésről tudunk beszélni. És ami még egy fontos tényező itt, ha már a gazdálkodásról beszélünk, hogy ez egy progresszív, tehát folyamatosan emelkedő
bérezést jelent. Tehát van különbség azért egy olyan ígéret és olyan teljesítés mögött, mikor mondunk egy fix összeget, mondjuk teljesen kapásban mondom ezt, 12 ezer forinttal emelünk adott szférában, de az infláció mértéke pedig nyilván akár nagyobb, vagy tehát nem érzéklődik. Nos, itt nyilvánvaló az a szándék, hogy ez egy folyamatosan emelkedő, érzékelhető, és valóban azt a munkát megbecsülő anyagi elismerés legyen. Hiszen tudjuk azt, hogy megtörtént, tehát átlagosan ugye ez a 34%-os emelkedés, és egészen 2017-ig ugye folyamatosan fog emelkedni ez a bér, és nyilván ami még az erényét jelenti ennek, és a biztonságát egyébként, hogy a minimálbérhez kötött. Tehát amennyiben a minimálbér emelkedik, hiszen ezt a pedagógus kollégák érzékelhették most januárban, a minimálbér emelkedésével is nyilván kinek 6-10 000 forinttal még pluszban emelkedett a szeptemberi béremeléshez képest a jövedelme. És hát a most elkövetkező ebben az évben történő új tanévben ugye ismételten ugye lehet számítani a megígért béremelkedésre. Tehát ez a legnagyobb erénye, úgy gondolom. És hát nyilván ez egy közös gondolkodás, egy közös gazdasági szemlélet eredménye lehet, hiszen egy ígéretet akkor lehet beváltani, hogyha ugye egy olyan gazdálkodást valósítunk meg, amely ezt lehetővé teszi. És nyilván ebben belejátszik nyilván a költségvetési törvény, ami úgy van megalkotva, és nyilván azok a szereplők köztük többek közt a klik, aki ugye gazdálkodásával, de akár az egyes intézmények is ezt lehetővé teszik. Ha áttérünk a szakmai kérdésekre, akkor a szakmai szervezet napi működése szintjén tulajdonképpen mit érezhetnek a pedagógusok? Én úgy gondolom, hogy jelen a tankerületben, de az országban is elmondhatjuk tehát, hogy olyan stáb áll rendelkezésre, ahová bárki, bármivel fordulhat. Nyilván itt azt szoktuk mondani, hogy elsősorban szakmai koordinációról van szó, de azért elmondanám, hogy a tankerületeknél tehát van egy gazdasági működtetési csoport, ugye, erre hivatott és igazából magasan képzett referensekkel. Azután van a tanügyigazgatási csoport, illetve hát, aki ugye az oktatással kapcsolatos kérdésköröket, legyen ez verseny, legyen ez az órák szervezése, szaktanári ellátottság és az összes többi kérdéskörben kompetens. Azután van a jogi, illetve a személyügyi terület, ahol ugye nyilván a szerződések, a jogszabályi követések, illetve a személyügy kapcsán, tehát nyilván annak nyomon követése, hogy ki hogyan áll például akár a jubileumi jutalmak ugye az évek beszámításával, tehát számtalan ilyen kérdéskör, és hát nyilván a pályáztatás, ugye az álláspályázatoknak a kérdésköre, és egy nagyon fontos terület még a gazdasági osztály, nevezhetnénk talán, de hát nyilván létszámát tekintve nem beszélhetünk erről, hiszen itt 1-2, maximum 3 referensről beszélhetünk ugye a területenként, a projekt, illetve a pályázati munkakör, hiszen törekvésünk az, hogy figyeljük, és minden olyan pályázati lehetőséget megragadjunk, amely még a gazdálkodásunkat nyilvánvalóan, ugye, illetve az iskolák helyzetét javítani tudja. Lett legyen az eszközbeszerzés, lett legyen az a pedagógusok továbbképzése, gyermekek esélyegyenlőség teremtési programja, és hát csak néhányat említettem ugye a több lehetőség közül. Folyamatosan megy a pedagógus életpálya modell bevezetése, ugye ennek egyik lába a bér, amit már említettünk, a másik pedig a minősítés. Tulajdonképpen erről az életpálya modellről mit kell tudni, és a változásokból mit érez a szülő, mit érez a gyermek? Igen, tehát ugye két lábon áll az úgynevezett pedagógus életpálya modell, valóban így néz ki. Az egyik ugye, mint ahogy ezt a korábbiakban is említettük, az erkölcsi, illetve az anyagi megbecsülés. Nos, az utóbbiról már beszéltünk. Én úgy gondolom, hogy a portfólió készítés, mert hiszen nevezzük nevén, erről beszélünk, ugye, ami április 30-ig esedékes, ez úgynevezett az, az erkölcsi megbecsülésnek a részét képezi. Hiszen ha tekintjük azt, hogy mi is az a portfólió, ez mindig azt jelenti, hogy az adott egyén, az adott szakterületen ugye, eddigi tanulmányai, tapasztalatai alapján, gyakorlata alapján meddig jutott el, és ennek a feltérképezését jelenti. Én azért mondom ezt, hogy ez oly mértékben tekinti és képezi részét a pedagógusok megbecsülésének, hogy számtalan, nagyon-nagyon jól képzett pedagógus, rendkívül tapasztalattal rendelkező pedagógusunk van, csak hogy mondjam, ennek nincsen publicitása, ugye? Tehát nagyon sok olyan pedagógus van, aki sok végzettséggel rendelkezik, van, több szakja van például, ugye? Emelte
a képzettségi szintjeit számtalan továbbképzésen vett részt, például szakértőként. Azután a gyermekek, a különféle specifikumokkal rendelkező gyermekek, lehet legyen itt fejlesztő pedagógusról szó, esély, egyenlőséget teremtő programokon, stb. Tehát sorolhatnám, mely programokon. A portfólióba tehát mindazokat kell belefoglalni, egyrészt a végzettségeket illetően, másrészt pedig azt a tapasztalatanyagot, amivel eddig rendelkezik. És itt nincsen másról szó, mint azt, arról, hogy ezt meg tudja más is. Hiszen én úgy gondolom, hogy talán a megítélésnek az is egy nagyon fontos mérföldköve, hogy ki mit tud rólunk. Egy nagyon kedves, és ez is szintén tanáromtól tudom azt, hogy nem elég jónak lenni, annak is kell látszani, be is kell ezt mutatni. Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Nos hát, ugye tudjuk, és a közvélemény tudja, hogy tanár, de nem biztos, hogy tudja, hogy mi minden, mennyi tanulás, mennyi képzettség, mennyi tapasztalat, mennyi a gyermekekről megszerzett információ, és ezek birtokában ugye az egyes bánásmódokkal, hogyan és miként tud egy pedagógus működni, nem biztos, hogy ennek mindenki tudatában van. Nos, ez a portfólió erre most alkalmat ad. Mindezeket összegyűjteni egy ilyen közös, úgymond dokumentum dossziéba, és ez rendelkezésére áll. Nyilván nem csak olyan szempontból, hogy a minősítésnek ez képezi az alapját, hanem a kedves szülők vagy az érdeklődők ilyen módon tisztába jöhetnek azzal, hogy az adott pedagógus mi mindent tesz meg azért, és hogyan, hogy az ő gyermeküket minél jobban az életre, illetve a boldogulásra fel tudja készíteni. Én úgy gondolom, hogy ez a lényege ennek az egész kérdéskörnek. Ha jól tudom, az interneten egy portfólió van készen, ami tulajdonképpen nézhető, és van egy segédanyag, ami, ha jól tudom, 169 oldal, ilyen hírek terjengenek. Van ennek valami valóság alapja, és azok a pedagógusok, akik még nem kezdték el a portfólió készítését, el vannak-e már késve? Egyáltalán nincs senki elkésve. Én magam is készítettem portfóliót egyébként. Tehát nem csak szakmai portfóliót, volt ez más jellegű, tehát volt gazdaság és egyéb vonatkozások. Portfólió. Nem ezekkel a riogatós, én nem tudom, és nem is találkoztam egyébként ezzel. Tehát egyet szeretnék mindenkinek elmondani, és minden kedves kollégámnak, hogy nem ezekkel a riogatós dolgokkal kell foglalkozni, mert nem ez a lényeg. Nem erről szól a történet. Mindenki nagyon jól ismeri saját magát. Mindenki nagyon jól ismeri a saját életútját. Senkitől itt senki, semmi nemű extra dolgot nem vár el. Azt várja el, hogy azt szíveskedjék egy adott formátumba, egyébként meg erről már anyagot rendelkezésre bocsátottunk a tankerületünk illetéki segélyterületén működő intézmények igazgatóinak, de még előadások is várhatók egyébként, hogy a formáját ennek ugye egy egységes formába kell mindezt önteni, hiszen nyilván ahány pedagógus ugye annyiféle háttérre, mint ahogy említettem, tehát részint végzettség, másrészt tapasztalat, és a többi, hogy hogyan és miként legyen ez összegyűjtve. Tehát itt nem az a lényeg, hogy 100 oldalakról, meg 70-80, nem ez a lényeg. Az a lényeg tehát, hogy mindenki, minden pedagógus ugye nyilván ismeri saját magát, a saját életútját, ezt gondolja végig, és nyilván ennek az adott forma szerint ezt tegye egy dokumentum dossziéből, és nem kell ilyen riogató dolgokkal foglalkozni, megvan ennek az iránymutatása, lesz is még egyébként, senki elkésve nincsen, és én úgy gondolom, hogy ehhez csak úgy kell hozzáállni, hogy ez egy segítő dolog, hiszen ki más tudná, és az alapján lesz minősítve egyébként meg mindenki, amit ő ott saját magáról felvezet. Tehát nem idegen fogja ezt megmondani, hogy most akkor elnézést a névért, és nem akarok mondani, mert ha nehogy véletlen legyen olyan nevű, de XY név, vagy XY kolléga azért kerül ide, mert másokból nem. Azért, amit ő ott saját magáról leír. Tehát nem kell extravagáns dolgokra gondolni, azt kell oda szépen belefoglalni, amit ő eddigi életútján, mint pedagógus ebben a szakmában véghez vitt. És nyilván hát a tervekről, a továbbfejlődés módjáról is nyilván számot vethet, illetve erről is írhat, hogy hova szeretne még eljutni. Tehát eddig hova jutott el, és még hova szeretne. Erről van szó, és én úgy gondolom, hogy ez az alfa és omegájának a kérdéskörnek, és ehhez kell tartania mindenkinek magát. Igen, az a baj szerintem, hogy a kollégák egy tudományos munkára gondolnak, holott inkább arra gondol
gondolom ez a téma, aki ezt el fogja bírálni, hogy azt, amit csinált az ember az évek során, leírja, hogy mit tapasztalt, mit vitt tovább belőle, mennyi volt jó, milyen hozadéka van, tehát egy ilyen szakmai rálátást gondolnak. Erről van szó, így van, így van. Beszéljünk a szakértői, szaktanácsadói hálózat kiépítéséről, mert hogy ez is folyamatban van. Igen, ugye sokszor mondtuk azt, és hát hallottuk azt, hogy valamiféle más megközelítés, valami újítás szükségszerű a nevelés-oktatás ügyében. És hát tekintettel arra, hogy itt most ugye megtörtént, és nem kismérvű, hangsúlyozom még egyszer, a pedagógusok életében, ugye én szerintem a visszatekintve, én magam már ugye 29, lassan 30. évet töltöm a pályán, tehát egy olyan mérvű változtatás, mind az anyagi, mind az erkölcsi megbecsülés terén, ami azért úgy gondolom, hogy páratlan, és nyilván érzékelhető, hiszen egyetlen egy olyan kollégával nem találkoztam, aki ezt nevette volna szívesen. Nos, tehát én úgy gondolom, hogy ehhez kell nyújtani valamit, egy színvonalat kell nyújtani, és igenis minden gyereknek ebben az országban joga van ahhoz, hogy ugyanolyan eséllyel vegyen részt egy magas színvonalú nevelés és oktatásban. Nos, ezt hivatott segíteni, és még egyszer hangsúlyozom, segíteni, ez az úgynevezett szaktanácsadói hálózat. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy majd valahonnan felülről ugye ők fogják úgymond ellenőrizni és irányítani és megmondani, ez egy segítő hálózat. És nyilván ide azon kollégák jelentkezését vártuk és várjuk, akik rendelkeznek olyan tapasztalattal, olyan humánummal, akik, és hajlandók arra, hogy segítsék amíg éppen kezdő, pályakezdő, vagy a pályájuk elején lévő kollégákat nyilvánvaló iránymutatásokkal, tapasztalat átadással, erről beszélünk most. Ennek a kialakítása folyamatban van, még most is ugye vannak jelentkezők, és hát nyilvánvaló több a jelentkező egyébként, mint hát amennyi az én értesülésem szerint, amennyi egyelőre még a rendszerben ugye kívánatos, mert hát ugye szakoknak, szaktárgyaknak megfelelően ugye lesznek felügyelői, illetve szakemberei, szaktanácsadói. Én úgy gondolom, hogy azért ez mégis fontos, hiszen lesz hova fordulni, lesz kihez fordulni. Természetesen egy tantestületen belül is ugye azonos szakkal rendelkező kollégák, illetve az idősebbek segítik a fiatalokat nyilván, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérsegítő hálózatra mindenképpen szükség van, és ha még szabad egy vonatkozást megemlíteném e tekintetben, ugye, itt nyilván a több éve már a pályán lévő és a tapasztalt kollégákra számítunk elsősorban, amely itt még, ha azt vesszük ugye a számukra akár, még anyagi többletet is jelenthet nyilvánvalóan ilyen módon. Tehát itt még, és nyilván tudom, hogy senki nem ezen megfontolásból pályázik nyilván szaktanácsadónak vagy akár szakértőnek, de ha már itt erről beszélünk, ugye, akkor nyilván ezt ilyen szempontból is érdemes megközelíteni, és itt megint visszakanyarodhatunk, hogy igen, és ezt is ki kell gazdálkodni, ki kellett gazdálkodni, és mindannyiunknak arra kell törekedni, hogy ez így meg is tudjon valósulni. Korábban olyan támadás is érte a rendszert, amikor a béreket megemelték, hogy majd ezt csak úgy tudják biztosítani, hogyha pedagógus elbocsátás lesz. Nem tudom most jelen pillanatban milyen a szakos ellátottság, és mi az iskolákban inkább azt tapasztaljuk, hogy ilyenről szó sincs, hanem a nevelő-oktatási munkát segítőknek a létszáma növekedett meg, illetve az adminisztrációs feladatokat is közfoglalkoztatottak látják el. Igen, igen. Most először is egy rövid, valóban ebben teljesen igazat tudok adni. Ugye nyilván, ha valamely új következik, akkor ez egy kicsit sajnálatos tény, de talán ez olyan pszichikai tény, hogy fenntartásaink vannak. Rögtön arra gondolunk, hogy de majd akkor a rossz oldalát próbáljuk megvédeni. Nem. Ezt tudomásul kell venni, és ez egy elvitathatatlan tény, hogy itt abszolút nem volt szó, és egyáltalán nem következett be az a riogatás, hogy hú, most tömegével majd a pedagógusokat, és majd abban. Egyetlen egy pedagógus nem lett elbocsátva egyébként, de hogyha valaki veszi a fáradtságot, és áttekinti például akár a 2002-2009-es statisztikát, azért abból világosan látszik, hogy ezen időszakban egyébként több mint 17 ezer, tehát közelítve a 18 ezerhez inkább, pedagógus került el a pályáról. Most szándékosan mondom, nem mondom azt, hogy el lett távolítva, mert nyilván ebben más is közre játszott, de elhagyta a pályát. Ezt szeretném megjegyezni, hogy most
Nincsen ilyen. Egyetlen egy pedagógus sem. Konkrét számokat is tudok például ugye mondani, akár a mi tankerületünk vonatkozásában, de országosan is akár meg tudom mondani. Országosan például, ha jól emlékszem a nemrégen általam áttekintett adatokra, akkor 160.157 pedagógus van jelen pillanatban a rendszerben, és kivétel nélkül mindenki élvezi ebből az anyagi megbecsülésből járó anyagi juttatást és emelt jövedelmet. Tehát elbocsátással messze nincs sok. Menjünk tovább. A nemzeti köznevelésről szóló törvény pedig ugye a létszámok bővítését irányozza elő ugye nyilvánvalóan, amikor is említést tesz, például fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, laboráns, stb. Az egy másik kérdéskör tehát, hogy azért az senki ne várja, hogy most csettintésre, és egy pillanat alatt nyilván minden meg tud valósulni. Az elsődleges cél tehát az volt, hogy senki az állását el ne veszítse, pályán maradjanak a már rendszerben lévő pedagógusok. Nyilván itt a nyugdíjazást kérdéskörét most nem említem, hiszen nyilván aki a nyugdíjkorhatárt eléri, nyilván elmegy ugye nyugdíjba, de azért azt is megjegyezném itt, hogy bizony a nyugdíjasok adott speciális szakokon, például lett légyen művészetoktatás, vagy ugye ahol ilyen speciális szakpár, ugye a matematika köztudottan, illetve a fizika szak azért egy hiány szakpárosításnak számít, még arra is lehetőségünk volt nyugdíjas továbbfoglalkoztatásra például. Tehát ez is én úgy gondolom, hogy a rendszernek egy kifejezett előnye. Tehát senki emiatt a pályáról el nem került, és nem ilyen módon lett biztosítva egyébként pedig ugye ez a bérnövekedés. És ez mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon racionális és átgondolt gazdálkodásnak az eredménye, ami hát nyilván egy kormányzati szándék és döntés volt, de ebben nyilván mindenki részt vett, tehát nyilvánvaló úgy a klik, illetve az intézmények, mert ezt csak és közösen lehet megvalósítani. És úgy gondolom, hogy ezt a szemléletet kell irányadónak tekinteni, hogy amikor most nagyon hétköznapi és a mindennapokból származó példát mondunk, ugye, amikor mondjuk aközött kellene, hát nem dönteni, csak ugye mérleget vonni, hogy most egy adott településen történetesen egy mondjuk tárgyi dolog megvétele, vagy most nevezzük nevű, mondjuk vegyünk inkább egy új kazánt, holott még a régi azért működőképes, vagy ugye tessék akkor odafigyelni arra, hogy már pedig igenis mindenki megkapja azt, ami jár neki, a gyermek megkapja azt a színvonalat, az oktatási segédanyag rendelkezésre, a pedagógus nyilván a bérhez hozzájusson, akkor tessék figyelembe venni, hogy ez az elsődleges. És ugye nyilván azért, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy az sem volt világosan látható, nyilván, mint említettem, tehát még egyszer, nyilván ezt az önkormányzatok is nagyon jól tudják, tehát, hogy mely önkormányzat mennyit tudott és milyen címeken fordítani a nevelésoktatás ügyére, ahol hiányok mutatkoztak például azt a rendszer, tehát a klik maga igyekezett pótolni. És nyilván azért ez önkormányzatonként eltérő volt. Még ezt is magunkra vállaltuk, tehát ilyen szinten történt meg ez az úgynevezett beavatkozás, ami mindenképpen pozitívan értékelhető. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat kell látni, és azt tudomásul venni a kollégák körében, ez egy teljesen elfogadott tény tehát, de a külső környezet szempontjából lett légyen önkormányzat, hogy bárki, hogy nem egymás ellen vagyunk, egymásért vagyunk, ugye? És ha ki tudjuk egymás tevékenységét egészíteni, akkor az teljesen jó. Nyilván, de ez nem úgy működik, hogy ugye most egymás helyett csinálunk meg olyan dolgokat, ami egyébként meg akár talán nem is a kompetencián körébe tartozik. Ezt tudomásul kell venni. Végül ennek az egy évnek milyen üzenete fogalmazódott meg önben? Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, elérte a célját és a várakozásoknak megfelelt ez az elképzelés. Az ígéreteket én úgy gondolom, úgy a kormány és az általa létrehozott szervezet, a klik betartotta és hozta, ezt a pedagógusok is tudják igazolni. Úgy gondolom, hogy tovább kell haladni ezen az úton. Nyilvánvalóan nyitottak vagyunk persze, és nyitott füllel, és nyitott szemmel járunk, és érzékeljük, ha bárhol esetleg netalántán változtatásra van szükség, finom hangolásra van szükség, és igényeljük is egyébként ezeket a visszajelzéseket. De azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy több mint 120, tehát nagyon-nagyon sok törvény is született, ezeket naponta nyilván nem lehet igazítani, de természetesen nyitottak vagyunk ugye az ágazati törvényeknek, a jogszabályoknak megfelelően
arra a működésre, amely mindannyiunknak a javát szolgálja, és én ebben továbbra is számítok, úgy a kollégák, mint minden partnernek az együttműködésére és segítségére, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy együtt vagyunk egymásért, és nem egymás ellen, és ha röviden, most még mindig eszembe jut ugye egy időzet, és most már ez, ha nem tudom, végét vagy nem a végét jelzi a beszélgetésnek, visszakanyarodnék egy idézethez, ha az egy évet röviden és frappánsan szeretném jellemezni, akkor azt mondhatnám, mint amint Vörös Marti mondta, ez jó mulatság, férfi munka volt. Nagyon szépen köszönjük, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, adásunkat reklámokkal folytatjuk, ne menjenek túl messzire.